Ja, Istenem, itt rinyálnak a lipsik, hogy a karmelitánál tüntető gyerekeket öt centiről lefújták könygázzal, meg gumibottal megverték őket. Ugyan már, hát ezt a gyerekek maguknak köszönhetik. Látszik, hogy egyik sem olyan tökös, mint a mi felcsúti Street fighterünk. Anyu, apu, megint itt vannak az ötödikesek! Nem hagynak békén! Támadják a kordonomat! Hogy számolja mekkora hangzavarban a lopott pénzeket? Hívjátok a rohamrendőr urakat, hogy védjenek meg, létszi! a Karmelita hurka töltője tegnap egy szélsőjobbos rendezvényen elmondta, hogy milyen valós veszélyek fenyegetnek minket, majd ezt ki is posztolta a Facebookra. Nem a migrációra, nem a genderre, nem a háborúra. Látom, nem sok haszna volt, hogy találkozott a pápával. Az agya nem fogta fel az üzenetet. A szent atya nem tudta belőle kiűzni az ördögöt sem. Azért nagyon működik ez az uszító politika. Egy biztos nem ő fogja megtörni a turáni átkot kár, hogy arról nem akar posztolni a felcsüti Paulo Coelho, hogy a legszegényebb ország lettünk a térségben, ahol a legmagasabb az infláció. De hát ez nálunk már hétköznapi dolog, teljesen immunisak vagyunk rá. Valamiben nekünk is jeleskednünk kell, hajra hajra. Na de menjünk sorba. No, migration. Mondja ő, akinek a kormányzás alatt özöllenek be a gazdasági bevándorlók, és akinek a pontyarcu haverja, az éjszaka pénztárosa, Rogán Tóni, jó pénzért osztogatta terroristáknak a letelepedési kötvényt. No gender! Ő beszél genderről, aki tudatosan összemossa a homoszexualitást a pedofiliával. Aki csak akkor lengedbe be egy gyermekvédelmi törvényt, amikor egy nyíltan liberális tanársegédről derül ki, hogy kamaszokat környékez meg. Hát persze, hogy ki kell hangsúlyozni, hogy lipsi és tanársegéd. Így mindjárt az ellenzékiek és a tanárok ellen is lehet usítani a népet. Üdvözlöm a leendő gyermekvédelmi törvényt! De milyen érdekes, hogy amikor Kaleta Gábor, Tímár László, Fox Tivadar, Fideszes pedofilok követtek el gyermekek ellen bűncselekményeket, akkor annyira nem érdekelte őt a gyermekvédelem. No, var! Picit furcsa kijelentés ez az utcai harcosunktól, aki 13 éve minden nap harcol valakivel. Brüsszellel, ahonnan enni kap, és mesébe illően gazdagszik, a 92 éves Soros Gyuri bácsival, akinek köszönheti, hogy politikus lett belőle, és egyáltalán létezik a Fidesz, és harcol a nem vált óvisokkal is. Na de visszatérve, én ezeket a gyerekeket sem nagyon értem. Mi az, hogy csak úgy kiállnak a tanáraik mellett, és felmennek a várba hőzöngeni? Még jó, hogy ott voltak a rend bátor őrei, és megvédték a népet ezektől a veszélyes suhancoktól. Meg micsoda színvonalas oktatást követelnek? Minek? Hát elkényezteti őket a rendszer. Örüljetek, hogy már a nyelvvizsga sem feltétele a diplomának. Sőt, minek diploma? Hát nem kellene ide tanult emberek. Hát, látjátok, én sem tanultam semmit. Azt mégis én vagyok a legokosabb és a leggazdagabb. Csináljátok utánam. Legyetek bátorak. Kis idióták. Jó megmondtam neki, Kandi, ugye? úgyhogy itt csak a narancskárosult droidokra van szükség. Lassan írni és olvasni sem kell már tudni. Elég, ha tudsz rajzolni egy X-et négy évente. De jó helyre húz majd be az X-et, belefújlak azzal. <laughs> úgyhogy örüljetek, tovább tanulni sem kell, annyi jó lehetőség van. Hamarosan mehettek az akkumulátorgyárba dolgozni, robotolni a gyártósor mellé. De az a baj, hogy nem becsültök meg semmit. Ezért dolgozik ennyit értetek a NER repülős gizie? A Szijjártó Petyi miniszter? Ezért nyit kelet felé, meg repked folyamatosan bakancslistás helyekre? Megépítgeti a jövőtöket a kínai akkumulátorgyárba? Hogy ti felmenjetek kiabálni a várba? Orbán úr Kolostorához? És mindezt azért, mert ellehetetlenítik a tanárokat? Meg leépítik az oktatási rendszert? Hát ezért az a nagy hű hó. Szégyeljétek magatokat! Jól mondtam, Orbán úr? Jó volt, jó volt. Akkor most már felléphetek <kösz> Nyíregyházán is? Tóni, szerinted? Csak ha nem mondja rám többet, hogy pontyarcu. Elintézve. Majd küldjük érte a fekete vógát. Takap! A hír igaz! Végre felléphetek Nyíregyházán, de sok szeretettel várlak benneteket újra Budapesten, jövő héten pedig találkozhatunk Dunaujvárosban, Székesfehérváron, Oroszlányban, majd Szombathelyen, Salgótarjánban és Kapuváron is. További helyszínek és jegyek a tixa.hu per Somogyi András oldalon láthatók. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is, mert a Facebookomat már korlátozni kezdték. Sziasztok!